idő telt el, mire nemzeti ünnep lehetett október 23-a Magyarországon. Erről az 1991. évi 8. törvény rendelkezett. Ezzel lezárult az a 45 évig tartó fordított világ, amelyben a szolgaság neve szabadság volt, a diktatúra a demokrácia nevet kapta, és ellenforradalomnak kellett nevezni azokat a napokat, amelyekben a magyar nép kifejezte egységes akaratát az idegen katonai megszállás és a rákényszerített zsarnokság felszámolására. Felemeltük a hangunkat és kimondtuk, független nemzeti államban és szabadon akarunk élni. Fogadjátok szeretettel színdarabunkat, amely 1956. októberében és novemberében játszódik. Szereplők nagymama, anyuka, kislány, a házmesterné és a lánya, Márk a kislány osztálytársa. Hagyd el soha azt, ki téged szívből imád, lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsak tövise is megszúrja a kezed, az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántalak, gondolj az első csókra. Szép hangja van ennek a vámosinak. Mennyi lehet az idő? Délután 3. Lassan jönnie kell a kislánynak. Megyek, elkészítem az uzsonnát. Nagymama, képzelje, valami baj van. Mi történt, már itthon is vagy? Igen, elengedtek az utolsó óráról. Fehér Bálint tanár úr se szó, se beszéd lelépve. Elmaradt az utolsó, történelem órá. Mi az, hogy lelépve? Állítólag valami gyűlésről vagy miről beszélgettek, hogy egyetemisten gyülekeznek, és hogy odament a tanár úr. De hát ő tanár, meg ilyenek. Ebből még baj lehet. Gyülekezés. Nálunk az itt nem jelent jót. A Klárival mi is meg szeretnénk nézni. Szó sem lehet róla. De miért nem? Még csak az kéne, hogy 16 éves fruskák egyedül szédelednének a pesti utcákon. De hát Klárival mennék, meg már kis jönne. S persze, a szüleik el is engedik őket, mi? Nem, kislányom, te szépen itthon maradsz a fenekeden. Remélem anyád is itthon marad hazaért. Nem tetszik ez nekem. Csókolom, anya. Szia, kislányom. Csókolom, anya. Szia, mi történt? Valami baj van? Nem tudom. Az emberek megvesznek. Egyre többen vannak, mint az utcákon. Olyan az egész, mint valami tüntetés. A tömeg nagy része a Bródi Sándor utcán áll. Sőt, már el is indultak, amikor jöttem hazafelé a villamossal. Bródi Sándor utca? De hiszen ott a rádió van. Mit akarnak ezek ott? Hát nem volt még elég? Az Isten szerelmére nem volt még elég? De anyuka, hova rohan? Megnézem, van-e itthon súlyi szuper elég? Ugyan már anyuka, nem háborúra készülnek. Ez csak egy tüntetés. Csak egy tüntetés, mi? Annak idején is derültékből jött a baj. Az más volt? Nem, kislányom, nem volt más. És ha nem hiszed, kérdezd meg apádat a sírjánál. Kislányom, inkább facsodban szerelmény. Mit mondanak? Kedves elvtársak, drága barátaink, Magyarország dolgozó népe! Népünk ellenségeinek legfőbb törekvése ma az, hogy megkíséreljék megingatni a munkásosztály hatalmát, lazítani a munkásparaszt szövetséget, aláásni a munkásosztály vezető szerepét országunkban, megrendíteni népünk hitét pártjában, a magyar dolgozó. Miért kapcsoltad ki? Mert csak a kommunista vasznagot mondja. Nem hallottad a hangját, be van ilyenbe? Ugyan már. Ki volt egy bácsi a rádióban? Gerő Ernő. Éjjel Gerő, a hanggerő, éjjel Naftalin. Nagy Stalin. Tudom, de ennek semmi értelme. Naftalin, ez jó. Nektek elment az eszetek? Itt még a falnak is füle van. Te pedig ne kiabálj János dobaságokat. Még csak azt kéne, hogy alattunk a tévédelni meghallja. Valami baj lesz a gyerek. Végre történik valami. Végre egy kis felkelés van. Minél tovább tart, annál jobb. Ha felkelés van, akkor nincs iskola. Szabadságot akarunk!
látok? Mit látok? Egyre több az ember. Egyiknél másiknál még magyar zászló is van. Nézze, anya, annak a zászlónak kirágta a molyan közepét. Én ugyan nem égetném magam lyukat zászlóval. Ezt nem a moly rágta ki. Ebből kivágták a címet. Édes Istenem, mi lesz velünk? Semmi, kislánya, zárd be az ablakot. Bezárjon mindent. Behozzuk a függönyöket és hallgatjuk a rádiót. Más úgysem tehetünk. Ismerem a maguk fajtáját. Maguk is olyanok, mint az a mocskos csőcselék oda nem.
De visszatérünk mi ám, és aztán lesz itt elszámoltatás. Gyerünk el, Zsiskén, van dolgok előtt. Itt meg mi történt? Ezek mit keresnek itt? Házszutatás, fegyvert keresnek. A nyomorultak azt gondolták, hogy innen lőjük az orosz tankokat. Ezeknek elment az eszük, a harcok a Dózsa-György úton, meg a Szénatéren vannak. Ezeknek minden, ezek feltartatlan, úgy, mint 10 évvel ezelőtt. Mi van oda ki? Láttál, hallottál valamit? Zőrze van mindenhol, alig lehet élelemhez jutni. Ha nem lenne régi ismerős Kalcsi, a Pék, most nem hoztam volna egy kenyeret sem. De adott kettőt, mert csapna nekem a szerepe hagynám. Kalcsi azt is mondta, hogy egyre több régi pár fog újraéledni. A kommunisták pedig lapulnak. Gyáva férgek, ilyenkor be ezek elmaradnak a terjengős dumát. Ezeknek ilyen a fajtájuk, ezen nincs mit csodálkozni. Csak reménykedjük abban, hogy mostanában szebb hónapot várnak. Ha öt, nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. Hát kétszer kettő, néha öt, minden tételt félrelök, egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Bam, 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 bam. Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondtalan, és egy nap semmi sem megy úgy, mint tegnap. Váratlan fordulat. Nagymama, nagymama, győzött a forradalom! Forradalom? Igen, nem az utcán az emberek már így nevezik a hazug útra tartó felkelés. De az igazán jó hír, hogy nagymama vezetésével az új kormány megkezdte a tárgyalásokat az orosz katonák kivonásáról. Szabadok leszünk végre! Áldassék az úr! Egyesek úgy tartják, hogy a kommunista vezetőket, Rákosékat elkergették Moszkvába. Végre! Talán igazi béke jön! S talán végre mindent visszatér majd a rendes kerékvágásban is hamarosan. Azt mondják, hogy még a héten mindenhol újraindul a munka és az iskola is. Az még várhatott volna, de legalább nem kell kötelezően magadni az orosz. Isten veled, Etta da Petta! Kapcsoljuk be a rádiót, hát ha mondanak még jó híreket. Az ország helyzete rendkívül súlyos. Napok óta hiányzik az élet folytatásának minden közös föltétele. A legsürgősebben meg kell találnunk a kibontakozást. Most tájékozódom, 2 napon belül a kibontakozás útjáról személyes szózatot intézek a nemzethez. Ki volt a bácsi, aki beszélt? Mindszenti József, a bíboros. Végre kiszabadították őt is a hazug fogságból. Hála Istennek, talán még végezi béke jön. Ki lehet az? Na csak, témül lenni, minek köszönhetjük ezt a nem várt látogatást? Én csak elnézésüket szeretném alázatosan kérni Cserép asszony a múltkori kirohanásom miatt. Hiszen tudják, én csak a munkámat végeztem. Én csak parancsot. Csak azt. Csak parancsra mi? Csak megbízásra. Ez nagyon hasonlít Témüller asszony 1945-re. Annyira sok ugyanezt mondták. Vagy levetették ruháikat, s átvetettek vörös böncőkbe. Most pedig, mikor rájuk jár a rúd, mindenki műszintve menekül, és hebelnek habakodva, csak parancsra, igaz? Anyuka, hagyj ezt! Nem, igaza van a nagymamának. Elég, tényleg lenne, nincs szükség a megbocsátásokra. A családom nem hanaszik vele személyesen. Kérem, menjen haza, de ha kérhetem, otthon gondolkozzék el mindez, ami az elmúlt napokban történt hazánknál. Most bezeg menekülnek. Ocsmányország az, amiben eddig éltünk. Besúgók, tapnyalok tobzódó világba voltak. Az volt itt a jó, aki másokról bármi rosszat mondott. Mindegy volt, hogy igaz, vagy hamis. A becsületes embert itt nem hallgatták meg, hanem elvitték. Jött egy nagy fekete autó, szerencsétlen nem látták többé. A lényeg, hogy mindenki behódoljon. Aki nincs velük, az ellenük van. Ők papoltak itt a szabadságban, meg arról, hogy minden a dolgozóké, miközben egy egész nemzetet tartottak rabláncon, és éheztették azokat, akik megtermelték a betegőt.
Szegény férjem a donkanyánál veszett oda a háborúban. A vejem ugyan hazajött, de alig volt itthon. Szinte azonnal elvitték. Azt mondták neki az utcán az oroszok, csak kicsi munka, malenki robot vagy mi. A híres felszabadító, a nagy vörös hadsereg, de hiszen amerre csak jártak, végig rabolták a magyar népet. Hát milyen felszabadító hadsereg az ilyen? De szegény férjem még a Málenki robotról is visszatért. Életben tartotta a tudat, hogy van egy felesége és egy kislánya, aki hazavárja. 2,5 évig semmit nem tudtunk róla. Éle, hal-e, csak Karcsitól, a Péktől tudtuk meg azt is, hogy az oroszok cibálták el, miközben munkába indult reggel. Amikor hazatért, úgy le volt fogyva, hogy anyám nem ismerte meg a bejáratban. És aztán, mikor az igazságért folyamodott a hatalomnál, csak annyit mondtak neki, fogja be a száját és örüljön, hogy él. De aztán 1951-ben jött egy nagy fekete autó. Apátijjel 2 bőrkabátos férfi elhúzolta, és többé nem láttuk. Többé nem jött haza. És nekünk hallgatni kellett. Csendben tűrni. Tűrni, hogy életben maradhassunk. De most talán vége. Talán győzhet végre egyszer az életben az igazság. A szabadság harcosok főhadiszállásáról érkezett jelentések szerint a főváros körül több mint 1000 szovjet harckocsi áll. A magyar távirati iroda jelentése szerint a szovjet csapatok általános támadást intéztek a főváros ellen. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen. Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van, ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Felesleges ezt hallgatni, hajnal után ezt ismétlik. Már hallani lehet az orosz tankok ágyúit is. Mindennek vége. Össze kell szednünk néhány havit, és le kell menni a pincébe. Én nem megyek. Micsoda? Mi beszélsz itt, kislányom? A szénafélre megyek. Csatlakozom Szabó bácsi csapatához. Bosszút állok az édesapámért és a hazám szabadságáért. Neked elment az eszed. Nem mész te sehová. És egyáltalán ki az a Szabó bácsi? Egy idős géplakatos. Ő vezeti a szénaféli felkelést. Ott a helyem. Nem mehetsz el, téged nem veszíthetlek el. A nagyapádat és az apádat már elvesztettük ezek miatt. Te nem hallhatsz meg. Bosszút állok a nagyapámért és az apámért. Cserépnéni, tessék beengedni. Én vagyok az már, meghoztam Melindát. Ma reggel megsérült. Egy repesz megkarcolta a fejét. Azt mondták, hogy nem fog meghalni. Én tudtam hallat a cserépnéni, ezért én hoztam hozzá. Nagyon hálásak vagyunk neked. Neked is otthon lenne a helyed. Már nincs olyan valamenne. Egy oroszlan kell találni a házunkat. Minden elveszett. A forradalom megbukott. Az oroszok mindenkit meg tudnak ölni. Minden elveszett. Anya, most mi lesz? Meneküljünk mi is nyugatra, amíg lehet, mint a szomszédok? Nem. Ezután is itt éltünk. Ez ezután sem lesz másképp. Bármint az a sors, becsülettel, tiszta szívvel állunk elébe. Hogy is van a szózatban? Itt élned, hallunk. Ki gondolta volna akár a forradalmat megelőző napokban, hogy egyszer csak innen is, onnan is, a zászlókat lengetve elindul a végtelen emberáradat. És mi ebben a hömpölygő tömegben ott voltunk. Ott voltunk a Petőfi szobornál, ahol Sinkovics Imre szavalta el a nemzeti dalt, és sírva kiáltotta világgá sok ezer ember esküjével kísérve, rabok tovább nem leszünk. Hangunk egy néphangja, hát most kitört minden elfojtott kiáltás, és összetört bordák közül felszínre jött. De hegyráncok dőltek össze, s alól a tört föl dübörögve a kiáltás, rabok tovább nem leszünk.
Tisztelt herceg halmiak, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves barátaim! Ezt a néhány mondatot apám írta. Apám, aki 56-os volt. A szüleim 56-osok. Fiatal egyetemistaként mindketten részt vettek a szabadságharcban, a forradalomban. Ott voltak a tüntetéseken, a harcokban. És a forradalomban ismerkedtek össze. Édesanyám a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója volt, míg apám a képzőművészeti főiskolára járt. Mindketten harcoltak a szabadságért, a függetlenségért, hazájukért, az elnyomás ellen, az idegen hatalom ellen, az idegen eszmék ellen. Apám fegyverrel is harcolt a magyar szabadságért, a forradalmi bizottság tagja volt, és a forradalom aktív résztvevője. Szüleim életük legmeghatározóbb eseménye volt a forradalom, a mai napig is azt vallják, hogy csoda volt, amit megéltek. A világtörténelem egyik legnagyszerűbb eseményének, a magyar forradalom győzelmének részesei lehettek. Az október 23-ai felvonulást a lengyel eseményekkel való szolidaritás demonstrálására az egyetemi ifjúság szervezte. Október 23-a után pedig a főváros és a vidék lakossága kitűnően megszervezte az életet. Rendet teremtettek, rendet tartottak, megszervezték a munkát, az élelmiszerellátást, mint ahogy itt a kis műsorban is láthatták, fölállt a kormány, megalakultak a munkástanácsok, a gyárakban folytatódott a munka, megszervezték az önkéntes mentőszolgálatot, telefon vagy internet használat és közösségi média nélkül kiválóan megszervezték a tüntetéseket, később pedig az egységes harcot a hatalmas túlerővel szemben. Kezükbe vették saját sorsuk irányítását, gyorsan és sikeresen oldották meg az új élet megszervezését. A változás 56-ban nem fejetlenséget, nem felfordulást hozott, hanem rendet és biztonságot teremtett. Az élet ment tovább, a munka ment tovább, csak a kilátástalanságot és a kiszolgáltatottságot váltotta fel a lelkesedés, a tetterő, az építkező optimizmus. Vidéken, ahol még fegyver sem volt, egyik pillanatról a másikra győzött a forradalom. Sorra hozták létre az önkormányzatokat. A vidéki Magyarország megteremtette az alulról építkező, önkormányzatra támaszkodó államot, és néhány nap alatt felépítették az önrendelkezés rendszerét. A vidék lakossága nem hagyta magára a főváros harcosait, vér és élelmiszer szállítmányokkal támogatta a budapestieket, akár az ország távoli szegletéből is. Egy-egy gyár, üzem, termelési egység munkástanácsot hozott létre. A munkástanácsok a szabad önszerveződős testület tagjai voltak. Tehát a munkások valóban kézbe vették a termelés irányítását. Képesek voltak erre, képesek voltak az önigazgatás bevezetésére is. 56-ban az összefogás, a bátorság, az erő mellett a felelősségérzet, higgadtság, bölcsesség, kötelességtudat is jellemezte a magyar embert. Nem felforgattak, létrehoztak. Létrehozták és működtették a demokratikus államot. Gyorsan és egyetértéssel választották meg a helyi szinteken is a megfelelő vezetőket. A harcok folyamán betört kirakatokban érintetlenül hagyott árucikkek és a pesti utcákon elhelyezett becsületládák a becsületről és a tisztességről tanúskodnak. Néhány képen láthatóak ezek a becsületládák. A forradalom tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családjának. Ez volt olvasható az utcák járdáin elhelyezett faládákban. A faládák mellett alig akadt olyan, aki anélkül elment volna, hogy ne helyezett volna el egy-egy adományt, egy kisebb pénzösszeget, de egy sem volt, aki elvett volna belőle. Nem volt káosz, nem volt rablás, nem volt fosztogatás, és nem volt tömeges bosszúállás sem. A fölösleges vérontást és pusztítást kerülve a harcosok az életük árán védték meg a fővárost a 2000 orosz tank ellen, akik szétlőni készültek Budapestet. Mert a hazaáruló Kádár Csermanek János, Minik Ferenc behívta az oroszokat, és november 4-én az oroszok le is verték a magyar szabadságharcot. A magyarság nagy árat fizetett saját hazájában, magyarként szabadon akart élni.
Halottak, sebesültek, külföldre menekültek százezrei tanúsítják ezt. És a megtorlásról is néhány szót kell mondanom. A megtorlásban kb. 1 millió ember ellen indítottak büntető eljárást a kommunisták, kb. 630 ezer ember ellen nyújtott be az ügyészség vádiratot, és 360 ezer embert ítéltek el, kb. 400 embert ítéltek halálra, végeztek ki és vertek agyon. És a számok nem beszélnek arról, hogy a hozzátartozók is akár utána haltak, vagy a hozzátartozók életét is megnyomorították, vagy az anyák, akik utána haltak gyermekeiknek, azokról a családtagokról sem beszélnek a számok, vagy ezek nem tartalmazzák azoknak a számosságát, akik belehaltak a zaklatásba, vagy a fájdalomba. És mint ahogy minden évben elmondom, többször felolvastam már az 56-os megemlékezés kapcsán, ez évben sem teszek kivételt, felolvasom Márai megrázó erővel írt versét, aki az 56-os forradalomról, a megtorlásról tűélesen fogalmaz, mellette vagy helyette értelmetlen akármilyen próbálkozás, gyengének hatnak a szavak, vagy bármilyen más gondolat. Menj az angyal, menj sietve az üszkös fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejempapír zizeg, ajándék, bőröcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez a világ csodája, egy szegény nép karácsonyfája a csendeségben égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte, a katona, aki szíven döfte, a farizeus, aki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amíg gyalázta, verte, szitta, testét ették és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, angyal hozta, kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek. Csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa, és mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt? Nem érti ez a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger. Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt. Ki tett ki itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Legyen példa ez a két hét nekünk, magyaroknak, a magyarság számára, a következő nemzedékek számára. Gyermekeinknek hittel őszintén tanítsuk, meséljük el a múltat, hagyjuk beszélni a még élőket, szólítsuk meg őket, hogy gyermekeink igaz és hiteles forrásból ismerjék meg hazájuk és családjuk történetét,
Tanítsuk meg gyermekeinknek értelmezni a jelent, és reménnyel, hittel töltsük meg a jövőt. Adjunk mankót nekik, hogy szabadságban és hazában tudjanak gondolkodni. Dicsőség 56 forradalmának, dicsőség és hála apáinknak, anyáinknak, elődeinknek és a forradalomban résztvevőknek. Soha ne feledjük tetteiket. Éljen a haza!